Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttöt, és hát egy nagyon rég várt történetről fogunk beszélgetni, a Johannita mentő autóról, és itt van már velem a stúdióban Szabján Imre ügyvezető. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy van ennek a pontos megfogalmazása, a mentő autó? Hát így is lehet mondani, ami most elindult, az annél több egy mentőautónál, hiszen a budapesti mentésbe kapcsolódtunk be szeptember 4-től kezdődően, és ez egy esetkocsi szintű mentőegység, amivel bekapcsolódtunk a mentésbe. Mit jelent ez pontosan? Mikor álltatok, vagy mikor álltok munkába, hogyan működik ennek az esetkocsinak az élete? Kezdeti időszakban az országos mentőszolgálat kötött megállapodás alapján hétfői napokon nappali szolgálatot fogunk teljesíteni, ez reggel 7-től este 7-ig jelenti. Reméljük, hogy ezt majd hamarosan tudjuk bővíteni újabb szolgálatokkal, hétfő esti szolgálattal, keddi szolgálatokkal, de hát egyelőre szeretnénk látni, hogy elindul ez az egész történet. Nem akarom titkolni, én régóta ismerlek benneteket, régóta nyomon követem a munkátokat, és hát mindig erről beszéltetek, hogy mikor áll majd szolgálatba ez az esetkocsi, akkor azért röviden mondjuk el a kedves nézőknek, hogy mi ennek a múltja, vagy mióta dolgoztok ezen, hogy ez a esetkocsi beálljon a szolgálatba. Valóban ez egy nagyon régi álmunk, közös álmunk, és sokáig igazából tényleg csak egy álom volt. 2006-ban kezdtünk el elsősegélynyújtással foglalkozni a szervezetünkbe úgy komolyabb szinten, oktatásokkal, és valahol ebből nőtte ki magát mindaz, ami mára lett. Persze az elsősegélynyújtás az édeskevés lett volna ahhoz, hogy most egy mentőszolgálatot el tudjunk indítani. Ez nagyon sok minden kellett, sok embernek, sok önkéntesnek és munkatársnak a sok órás munkája, sok éves kitartó munkája, illetve hát a különböző szervezetek, akik támogattak minket ezen az úton. Gondolok itt a testvérszervezeteinkre, német vagy osztrák johannitákra, vagy éppen hazai vizekről a Máltai Szeretett Szolgálatra, akinek az állomásáról is egyébként most vonulunk. Mit kell tudni erről az esetkocsiról? Ez hogyan lett felépítve? Itt mondtad, hogy a német és az osztrák szervezet támogatott benneteket, akkor mondjuk tőlük kaptátok ezt az autót is? Így van gyakorlatilag. Igazából 2013-ban érkezett meg az első mentőautónk. 2014-ben kaptunk mentési engedélyt először. Ez egészségügyi rendezvények egészségügyi biztosítására vonatkozott, illetve betegszállításra kaptunk akkor engedélyt. És hát az eltelt 3 év alatt sikerült egy olyan infrastruktúrális fejlődést elérnünk, ami lehetővé tette, hogy most már egy önkéntes alapon működő mentőszervezetet el tudjunk indítani. Látjuk is közben a mentőautót, amiről beszélünk, és ha jól látom, vagy ha felismerem az épületet, akkor ez pedig a Batthyány téri Máltai Szeretett Szolgálatnak az épülete. Akkor ott van a központi helye az autónak? Így van, a máltai testvéreink befogadtak minket így a kezdeti időszakra. Nekik is ott van a mentőállomásuk, és ezt most közösen használhatjuk, ami nekünk nagy segítség, hiszen ezen a területen nem kellett külön infrastruktúrát kialakítani, hanem használhattunk egy meglévőt. Kik és mennyien dolgoznak, vagy hát önkénteskednek ezen az autón? Hát egyelőre egy elég szűk kör az, aki részt vesz ebben a szolgálatban, de nagy öröm volt, hogy gyakorlatilag a indulásunk pillanatában elég sokan jelentkeztek, hogy szívesen jönnének hozzánk önkéntesen dolgozni. Úgyhogy én nagyon reménykedem abban, hogy ez a szűk állomány, ez hamarosan bővül. De kik lehetnek önkéntesek az autón? Mert hogy itt azért gondolom valami egészségügyi végzettség az alapkövetelmény. Így van. Alapvetően olyan személyzetet várunk, akik az országos mentőszolgálatnál is egyébként napi szinten dolgozik.
Ugye elvárás az, hogy a megfelelő pozíciókban megfelelő végzettséggel rendelkezzenek, tehát mondjuk egy mentőápoló az mentőápolói vagy szakápolói végzettséggel rendelkezzen. Ugye a mentőtiszt az ennek megfelelő képesítéssel, és hát az orvos az pedig orvosi képesítéssel, szakorvosi képesítéssel. Én csak azt nem értem, hogy te hogy itt ülsz most ebben a fotelban, hogyha a mentő az éppen dolgozik. Hála Istennek vannak rajtam kívülások, akik dolgoznak a szervezetnél önkéntesen, úgyhogy most egy másik egység dolgozik éppen. Itt említetted az elsősegélyt is, az is nagyon fontos, különböző helyeken elsősegélyképzést is tartatok a Johannita segítő szervezettel. Így van, ahogy említettem, 2006 óta folytatjuk ezt a tevékenységünket, és 2011 óta van egy elég aktív elsősegélyprogramunk mind középiskolákban, mind felsőoktatásokban. Ez egy célkitűzésünk volt, hogy elsősorban fiataloknak, és itt a fiatalokat mondjuk a gyerekkortól egészen mondjuk a fiatal felnőttkorig értem, de célozzuk meg, és minél többekhez tudjunk elérni az alapszintű elsősegélynyújtó képzésünkkel, hogy minél több ember felvérteződjön ezzel a képességgel. Ez elég alapszinten mondjuk megtanulni, vagy elég egyszer mondjuk elvégezni ezt a tanfolyamot, hiszen azért felejtünk, nem tudom, mondjuk az autóvezetést is biztos el lehet felejteni, gondolom az elsősegélynyújtást is el lehet felejteni. Abszolút, ez egy olyan skill, amit az lenne a legjobb, hogyha folyamatosan szinten tartanánk, de lehetőségek szerint egyébként mi ezt a szervezetünkben próbáljuk is biztosítani, hiszen akik elvégzik ezt a tanfolyamot, utána be tudnak kapcsolódni az ifjúsági elsősegély csoportjainkba, vagy akár felnőtt önkéntesként is részt tudnak venni kontrollközökbe, egy-egy éles bevetésbe, hogy így mondjam, ahol a tantermben tanultakat szakellátók mellett tudják gyakorolni. És talán még az elsősegélyképzéseteknél is izgalmasabb a katasztrófavédelmi képzésetek. Itt mindenféle élethű szituációkban szoktátok ezt kipróbálni, és ha jól tudom, akkor most újraindul ez a képzésetek is. Ez miben más, mint az elsősegélynyújtás? Így van, ugye egy teljesen más területről beszélünk. Most tavaszi fél évben volt az első 80 órás komplex képzésünk, amit a Máltai Szeretetszolgálattal csináltunk szintén közösen, és alapvetően árvízi védekezés támogatására készítjük föl az önkénteseinket ez alatt a képzés alatt. Pszichoszociális segítségnyújtástól kezdve elsősegélynyújtáson át, igazából a homokzsákolás technikáig elég sok mindenről beszélünk, mutatunk meg ez alatt a képzés alatt. Alapvetően az a cél ezzel a képzéssel, hogy új önkénteseket bekapcsoljunk a árvízvédelmi, illetve katasztrófavédelmi munkánkba, amiben most egyre több lehetőségünk nyílik, ilyen nemzetközi projektek keretében is, illetve hát hazai viszonylatban, mondjuk hála Istennek hazai viszonylatban az elmúlt években viszonylag kevesebb alkalom nyílt erre. De ti csináltok alkalmakat, mert hogy szimulációs táborokat is szoktatok rendezni. Így van, természetesen ezeknek nagy része gyakorlati skill, és hát ezt máshogy nem lehetne, csak hogyha a valósághoz nagyon közeli helyzeteket szimulálunk, és ennek a képzésnek a lezárása is egy katasztrófavédelmi gyakorlat volt, amit terényben a táborhelyünkön tartottunk elég sok ember bevonásával. És az elmúlt héten pedig Albániában jártál, ott is egy hasonló helyzet volt, ott kik vettek részt, milyen katasztrófavédelmi gyakorlat volt az? Ez nem gyakorlat volt, ez egy két éves projektnek a lezárása volt gyakorlatilag. Egy nemzetközi konzorciummal dolgoztunk ebben a projektben, alapvetően a helyi albán és koszovói partnereknek a katasztrófa védelmi képességeinek a növelése, fejlesztése volt a célja a projektnek, és itt is a Máltai Szeretetszolgálattal közösen vettünk ebben részt. Nagyon szépen köszönöm, Imre, hogy itt voltál velünk, és akkor további jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen.